Sziasztok! Most, hogy megint sajnos nem tudunk az iskolában együtt tanulni, készítettem nektek egy videót a mai nyelvtanórához. Hiszen tudjátok, befejeztük az előző témakörünket, a főneveket. Megtanultuk, hogy a főnév egy szófaj, nagyon sok mindent megtanultunk róla, hogy mit fejez ki, hogyan toldalékoljuk, hogyan írjuk helyesen ezeket a szavakat. A mai órán egy újabb szófajjal fogunk megismerkedni, ez pedig az ige. Azt hiszem, hogy ez a szó már nem ismeretlen előttetek, hiszen nagyon sokszor, amikor szavakat gyűjtöttünk, és valami mást mondtatok, mint kellett volna, akkor én azt mondtam, hogy ezt majd később fogjuk tanulni, ez egy ige, ez egy cselekvés. Úgyhogy szerintem nem ismeretlen már előttetek ez a szó. Tehát az újabb szófajunk az ige. Ha kinyitod a tankönyvedet az 57. oldalon, akkor ezt a képet látod. Egy téli képet ábrázol. Sok-sok gyerek nagyon jól érzi magát. Ugye nekünk is nagyon jó lenne a hóban játszani. Talán még lesz idén hó, bízzunk benne. De nézzük meg, hogy mit csinálnak ezek a gyerekek. Próbálj meg sorolni cselekvéseket. Mit csinálnak? Síelnek, szánkóznak, korcsolyáznak, hóembert építenek, madarat etetnek. És látod itt a jégen, mi történt a kisfiúval? Elesett. És mi történt a szánkózós kislánnyal? Ő is leesett a szánkóról. Ha megfigyelted, kétféle kérdést is feltettem. Mit csinál, és mi történik vele? Ezekre a kérdésekre mindkét esetben igével válaszolunk. Biztosan te is tudnál nekem mesélni, ha most ott lennénk az iskolában, hogy például mit csináltál tegnap? Sorolj néhány dolgot. Biztosan játszottál, tanultál, felkeltél, ebédeltél, olvastál, igaz? Ilyen szavakat mondtál. Természetesen a ragozás az lehet más, tehát te azt mondtad, hogy olvastam, játszottam, tanultam. Jó, menjünk is tovább. Összefoglalva tehát, a két fontos kérdés, mit csinálnak, mi történik velük, mit csinál, mi történik vele. És erre már válaszoltál is, hogy te mit csináltál tegnap. A következő oldalra halapozol a könyvben, az 58. oldalra, akkor ezt a feladatot látod. Ez az egyes feladat. Egy nagyon aranyos kis mondókát olvasunk egy bagolyról. Olvassuk el a szöveget közösen. Bagyocska hunyorog, fatönkön kuporog, nagy fejét forgatja, hol erre? Hol arra. Ízeg, mozog, toporog. Tipi, topi, top, top, top. Nagyon aranyos kis mondóka, hogyha ott lennénk az iskolában, akkor mondanám is, hogy álljunk föl, és játsszuk el a mozdulatainkkal, utánozzuk, amit mondunk. Ha van kedved, megállíthatod a videót, elolvasod még egyszer ezt a mondókát, és el is játszhatod. Nézzük, hogy milyen cselekvések vannak ebben a mondókában. Mit csinál a bagoly? Menjünk soronként. Keresd meg az első sorban. Mit csinál? Bizony, hunyorog. Második sor. Mit csinál? Kuporog. Harmadik sor. Mit csinál? Forgatja. Negyedik sorban találsz? Nem találunk benne. Ötödik sor. Mit csinál? Izeg, mozog, toporog. Mindkettő jó. És az utolsó sorban szintén nincsen cselekvés. Most csak ismételjük el még egyszer a cselekvést kifejező szavakat. Hunyorog, kuporog, forgatja, izeg, mozog, toporog. Minden szóra hogy kérdezhetünk rá? Mit csinál? Nagyon ügyes voltál.
Következő feladatunk a kettes. Figyeld meg jól a képeket. Mit csinálnak a képen látható gyerekek? Mondj egy-egy cselekvést kifejező szót. Én most azt kérem tőled, hogy a füzetbe írd le ezeket a cselekvést kifejező szavakat. Nyisd ki a füzetedet, írd fel, hogy 56. óra, első hó 27-e, egy sort kihagysz, és kékkel írd fel, hogy az ige. Állítsd meg majd a videót, és mindegyik képhez egy cselekvést próbálj meg keresni, ezeket vesszővel elválasztva egymás mellé leírhatod. Jól figyeld meg a képeket, és magadban vagy hangosan mindig mondd csak azt a kérdést, hogy mit csinál. Most állítsd meg a videót, ha kész vagy, akkor kattints tovább és leellenőrizzük. Nézzük, miket írtál. Mit csinál az első kisfiú? Dobol. Ha jót írtál, kipipálhatod. Második. Olvas, vagy tanul, mindkettő jó. Következő. Mit csinál? Síjel. Következő. Mit csinál? Iszik. Következő. Mit csinál? Öntöz, vagy locsol, bármelyik jó. Következő. Mit csinál? Mosogat. Következő. Mit csinál? Horgászik. Következő. Mit csinál? Ás. Ha jól dolgoztál, rajzolj bátran egy piros pontot. És már is menjünk tovább. A következő oldalon, az 59. oldalon a 4-es feladattal folytatjuk. Ez egy ismerős kis verses mese lesz, hiszen tanultunk róla, olvastuk a könyvben. La Fontaine a Teknős és a Nyúl című meséjének részletét láthatod. Olvassuk el közösen, és közben figyeld meg a vastagon szedett szavakat. Megáll, nézi gúnyosan, hogy izzad a másik, majd lehever, mintha ágy lenne csak a pázsit. Nyújtózkodik, hunyt szemmel fekszik hason háton, s addig színlel alvást, míg elnyomja az álom. Az alatt a teknős csak lépked lankadatlan, elcsoszog a szunnyadó nyúl mellett is lassan, s mire a nap az erdő fái mögé csúszik, holt fáradtan vár, de már a cél előtt kúszik. Ugye emlékszel erre a kis tanulságos történetre? S olvassuk el csak a vastagon szedett szavakat. Megáll, nézi, lehever, nyújtózkodik, fekszik, színlel, lépked, elcsoszog, kúszik. Hogy kérdeznél rá ezekre a szavakra? Így van, mit csinál? Megáll. Mit csinál? Nézi. Mit csinál? Lehever. Mit csinál? Nyújtózkodik. Mit csinál? Fekszik. Mit csinál? Színlel. Mit csinál? Lépked. Mit csinál? Elcsoszog. Mit csinál? Kúszik. A B feladat azt mondja, hogy írd ki a versből az állatok cselekvéseit a kérdések szerint csoportosítva. Mit csinál a nyúl, illetve mit csinál a teknős? Azt kérem, hogy az előző munkád után a füzetben hagyj ki egy sort, írd fel így, ahogy én, nyúl és teknős, középre húzz egy vonalat vonalzóval, és a nyúlhoz írd egymás alá, minden sorba csak egy-egy szót, a nyúlra jellemző cselekvéseket, teknős alá pedig a teknősre jellemző cselekvéseket. Annyit segítek, hogy az első verszak az a nyúlról szól, a második a teknősről. Állítsd meg a videót, jó munkát kívánok, és utána ellenőrizni fogunk. Lássuk is az ellenőrzést. Miket lehetett írni a nyúlhoz? Mit csinál a nyúl? Megáll, nézi, lehever, nyújtózkodik, fekszik és színlel.
Mit csinál a teknős? Lépked, elcsúszog, kúszik. Ha jól dolgoztál, fogd a piros ceruzádat, és rajzolj egy piros pontot. És már csak egy fontos dolgunk maradt innen a tankönyvből a mai órára, hogy elolvassuk közösen a szabályt, és majd ki kell másolnod. Olvassuk el először. A cselekvést kifejező szavakat igéknek nevezzük. Például szalad, olvas, táncol, focizik. Most légy szíves, állítsd meg megint a videót. Hagyj ki egy sort az előző munkád után, szépen másold le ezt a szabályt, majd keretezd be, színezd ki, ha szeretnéd, és utána folytatjuk a videót. És már is a munkafüzet feladataira térünk át. Nyisd ki a munkafüzetedet a 62. oldalon. Címünk az ige, és mit jelentenek az igék? Az egyes feladatban egy ismerős regény részletét látod, a Két Lotti című regény, biztosan emlékszel rá, olvastunk belőle, beszéltünk róla, talán néhányan ki is kölcsönöztétek a könyvtárból. Olvassuk el ezt a szöveget. Louise főz. Maga elé köti anyu egyik kötényét, s a gáztűzhelytől, melynek lángjain fazekak állnak az asztalig, melyen nyitva hever a szakácskönyv, ide-oda pörög, mint egy pörgettyű. Emelgeti a fedőket. A kislány a fiókban kotorász, székre mászik, minden tartályba benéz, rámered a fali órára, leugrik a székről, megragad egy villát, fölemel egy fedőt, megégeti az ujját, nyávog egyet, beleszurkál a villával a marhahúsba. Nem, még nem elég puha. Aranyos kis részlet, ugye? És mennyi mindent csinált ez a kislány, ugye? Próbáljuk meg megkeresni ebben a szövegben, hogy mennyi mindent csinált Louise. Hogy fogunk kérdezni a szavakra? Hogyan fogjuk megtalálni őket? Úgy kérdezünk, hogy mit csinál? Vedd a ceruzát a kezedbe, esetleg a kis vonalzódat is, és ide írtam neked egy piros számot, hogy 16, mert 16 cselekvést fogsz találni ebben a kis szövegben. Próbáld őket egyedül megtalálni, addig állítsd meg a videót, és majd utána leellenőrizzük. Figyelj, ügyes legyél! Nézzük. Mit csinál Louise? Főz. Mit csinál? Köti. Mit csinál? Állnak. Ugye ez a fazekakra vonatkozik. Mit csinálnak a fazekak? Állnak. Következő. Mit csinál? Hever. Ugye ez a szakácskönyvre vonatkozik. Mit csinál? Pörög. Mit csinál? Emelgeti. Mit csinál? Kotorász. Mit csinál? Mászik. Mit csinál? Benéz. Mit csinál? Rámered. Mit csinál? Leugrik. Mit csinál? Megragad. Mit csinál? Fölemel. Mit csinál? Megégeti. Mit csinál? Nyávog. Mit csinál? Beleszurkál. És ha jól látom, kész is vagyunk. Megtaláltad mindet? Biztosan nagyon ügyes voltál. Ha 13-at megtaláltál, akkor rajzolhatsz egy piros pontot. A B feladat azt mondja, rajzold addig csak a piros pontot, hogy mit csinál Louise, írjátok ki a szövegből a kislány cselekvéseit, kifejező szavakat. Ide egy napocskát tettem, te is rajzolj egy napocskát. Tudod, nekünk az a szorgalmi feladatnak a jele, úgyhogy ha van kedved és lesz időd, akkor szorgalmi feladatként lemásolhatod azokat a szavakat, amelyeket Louise csinál. Tudod, közben
felhívtam a figyelmedet, hogy nem mindegyik Louisére vonatkozik, hiszen a fazekak állnak, a szakácskönyv hever, viszont a többi már mind Louisére vonatkozik. Tehát szorgalmi feladatként a videó végén, ha van kedved, vagy délután, vagy a hétvégén, akkor elkészítheted ezt a feladatot. Természetesen jutalom fog járni érte. A következő feladat szógyűjtés lesz. Mégpedig miket fogunk gyűjteni? Igéket természetesen. A képen különféle élőlényeket láttok. Gyűjtsetek a képen látható élőlényekhez illő cselekvéseket. Írjátok le a képek alá. Látod, hogy minden kép alatt kettő vonal van, tehát próbálj legalább kettő cselekvést gyűjteni. Mindig mi fog segíteni? Az a kérdés, hogy mit csinál? És ez házi feladat, én egy ilyen szép kis házikót tettem ide neked, te rajzolj ide egy házikót, ha van kedved, természetesen most mindjárt el is készítheted, hogyha megállítod a videót, ha most elfáradtál, akkor hagyd délutánra. Tehát, az első képen egy kisbaba van, mit csinál egy kisbaba? Hát ezt Nóri most nagyon jól tudja, ő neki ugye van is egy kis testvére, mit csinál az a kis tesó Nóri? Sokat alszik, eszik, sír, nevet, attól függ, milyen kedve van, igaz? Aztán egy szakácsot látsz a második képen. Hát egy szakács mit csinál? Főz, megkeveri az ételt. Lehet, hogy süt, éppen nem is főz. Aztán látsz egy bűvészt, egy varázslót, látsz egy focistát, ehhez meg a fiúk tudnak majd jó kis szavakat találni. Aztán itt egy gólya, egy kutyus, aki úgy látom, egy vadászkutyus, egy majom és egy fóka. Hogyha van kedved, most állítsd meg a videót, ha nincs kedved, akkor házi feladatnak mindenképpen készítsd el a mai nap folyamán. Az utolsó feladatunk a másik oldalon a hármas lesz. Ez is házi feladat lesz. Egészítsétek ki a hiányos mondatokat, cselekvést kifejező szavakkal. Itt látod a képet, erről a kis cicáról fog szólni a történet. Tehát házi feladat, jelöld be ezt is, ha van kedved. Most elkészíted, ha elfáradtál délután. Mindig kérdezz, mondd a kérdést hangosan, hogy mit csinált. Cirmiről szól a történet. Cirmi, a fiatal kis cica még nem látott havat. Az ablakban mit csinált? És kíváncsian, mit csinált? Mennyi finom tejecske van ott kint? A gazdasszony vajon mit csinált az ablakkal? És így tovább. Próbáld meg mindenképpen úgy megoldani ezt a feladatot, hogyha beírtál egy szót, olvasd el újra az egész mondatot, hogy az biztosan értelmes lett. A mai órára ennyit terveztem, köszönöm, hogy velem dolgoztál, és köszönöm, hogy ilyen ügyesen dolgoztál, megdicsérlek. Nagyon jól jegyezd meg, hogy a mai órán az igékkel foglalkoztunk, a cselekvést kifejező szavakkal, amire úgy kérdezünk, hogy mit csinál, mit csinált. Jó munkát a házi feladathoz, és holnap találkozunk, így videóban. Szia!